Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A Bajnokok Ligájában összeálltak az elődöntők, és baron jó meccsek lesznek. Tehát lesz a két meglepetés csapat, mondjuk úgy meglepetés csapat, a Tottenham meg az Ajax, és lesz az a két gigászi csapat, a Liverpool és a Barcelona, amelyik az előző meccseken úgy szórta a gólokat, mint hókotrós, akinek szarnia kell. Baromi jó meccsek lesznek, és a tegnapi meccsek is, de akkor kezdjük azzal a meccsel, ami igazából talán a legkevésbé volt érdekes, az a Porto-Liverpool. Mit lehet erre mondani? A Porto, bocsánat, a Liverpool hozta a kötelezőt, tovább jutottak. Ennyi. Tehát erről, ez az a meccs, amiről többet nem nagyon lehet elmondani. Ugye a Manchester City meccs, meg hát én azt jósoltam, hogy azért a City ezt behúzza. Hát ha más nem, a meccset behúzták 4-3-ra. Azért az se gyenge. De hát ugye a Tottenham jutott tovább idegenben szerzett góllal. És hát ez a kis koreai gyerek, ez a Heng Song Xingmin, vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, elképesztő dolgokra képes egyébként. Tényleg baromi jól játszott az egész meccsen. Bár ez az egész Tottenhamről elmondható. Hát Harry Kane nem volt ott a csapatban, de még lehet, hogy ez volt az, ami jót is tett nekik. Úgyhogy a Tottenham simán tovább jutott. Hát így simán, hogy 4-3-ra kikaptak, de idegenben szerzett gólal. Azért a City pályáján, egy ilyen City ellen, amelyiknek most tényleg azt lehet mondani, hogy jó év, ennyire jó éve van, vagy hát összességben nagyon jó éve van, azért ez nem semmi, még így is. Aztán volt a Barcelona, mi volt az? Barcelona-Manchester United mérkőzés. Hát, én nem gondoltam volna amúgy se, hogy a Manchester tovább jut. Eddig bírták, egy PSG-t sikerült kiejteni, amelyik még mindig baromi sok ponttal vezeti a francia bajnokságot, de egyszerűen nem képes bajnok lenni, mert tegnap is kikaptak a Nantes-tól 3-2-re, előző meccsen mennyire 5-1-re kaptak ki a Lille-től, tehát egyszerűen nem megy nekik, abszolút nincsenek formában. És a Barcelonán azon nem lepődtem meg, hogy tovább jutott, vagy hogy egyáltalán ilyen sima lett az a mérkőzés, mert igazából ezt lehetett várni, Messi baron jó formában van, az egész csapat nagyon jól játszott. Aztán volt a másik nagyon nagy meglepetés, az a Juventus-Ajax mérkőzés. Hát igen, azt gondolhattuk volna, hogy a Juventus azért Ronaldóval behúzza ezt a meccset, hát nem jött össze, vagy hát nem így sikerült. Ez az Ajax, ez barom jó, csak ez ugyanúgy fog járni, ez az Ajax, mint a 90-es évek Ajaxa, amelyiket szétkapkodták, abban volt, most csak mondok egy nevet, mondjuk egy Edgar Davids, szerintem az még nagyon sok embernek nagyon sok ember tudja, hogy kiről van szó, nagyon sok embernek mond valamit ez a név, és azt a csapatot is szétkapkodták. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Azt tudni, hogy az Ajaxból már ketten biztosan mennek, az egyik a Barcelonába megy, a másik meg szerintem szintén a Barcelonába. Két tehetséges, nagyon tehetséges fiatal gyerek, akiknek nagyon holland nevük van, amit én most megmondom őszintén, így a kora reggeli órákban nem tudok nektek elmondani. Az a lényeg, hogy az Ajax anyagilag nagyon jól fog járni. A kérdés az, hogy majd tudják-e ezt az egészet pótolni. Hát szerintem, hogyha most tényleg így szétkapják a csapatot, akkor arra ne számítsunk, hogy egy ideig bejutnak így a legjobb 8 közé. Most kell megmutatniuk, hogy mit tudnak, és a Tottenham ellen egyébként jó sanszuk van, mert ha azt nézzük, hogy az előző meccseken kiket ejtettek ki, például a Real Madrid, meg hát ugye most a Juventus, két olyan csapat, amelyikre nem gondoltuk volna, hogy ilyen nehezen veszik az akadályokat, illetve hogy nem tudják venni az akadályt, és hát az Ajax, ez egy olyan formában lévő csapat, amelyikből én abszolút ki tudom nézni, hogy tovább jut. Miután a Tottenham így küzdött a City ellen, azt is el tudom képzelni, hogy ők jutnak a döntőbe. Ezért mondom, hogy barom jó meccs lesz, mert mind a két csapattól elvárható az, hogy bejusson a döntőbe ilyen mérkőzések után. A két gigászi harca, a Barcelona-Liverpool, hát én ott igazából inkább mondanám most így első körben a Barszát. Csak közben nem, egyébként elindulok. Szóval a Barca-Liverpool, azt mondanám, hogy inkább a Barca fog tovább jutni.
De hát, mivel a Liverpool ilyen könnyedén elintézte a Portót, mondjuk amelyiknek talán a meccsek kezdése előtt a legkevesebb esélye volt arra, hogy tovább jut, hát a fene se tudja. Salah megint formában lendült, úgyhogy akár abból is lehet valami. Azért mondom, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó párosítás most így az elődöntőben. Aztán majd a döntő az meg majd megint más kérdés. Én nagyon reménykedem abban, hogy a döntőben látni fogunk majd egy Barcelona-Ajax mérkőzést. Én szerintem az lenne talán a legjobb párosítás ilyen szempontból. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Folytatódik majd a Bajnokok Ligája, és tartsatok velem legközelebb is. Hali!